Mátyus Gergely nézőnk a következőt fűzte hozzá a hírhez. Én ezt el tudnám neked mondani, hogy mit fűzött hozzá abban az esetben, ha nem hagytam volna fönn az öltözőbe ezt a papírt, de baromira fönn hagytam. Úgyhogy... Kapjon egy bögrét! És köszönjük a hozzászólását. Ilyen jót még rég hallottam. Egy mondatot írhatod, tehát mondd el emlékezetből. Az meg nincs. És ez a barátom. Tehát az, képzeljék el, milyen lehet az ellenségem. De ezt jól felolvastam végül is. Köszönjük. Ennél jobbat úgyse írt volna. Hát nem, ez így. Természetesen a bögrét küldjük. Eheti feladványhírünk, amelyre kommentárjaikat várjuk. Erre már stampet. Amit aztán a jövő héten nem olvassuk föl, ha tetszene küldeni. Eheti feladványhírünk, amelyre kommentárjaik... Igen, van egy ilyen mély hangom. Eheti feladványhírünk, melyre kommentárja... Bocs, milyen áderes vagy ma. Tényleg. Na de mi hetente találkozunk. Tudod, miért vagy áderes? Beszarunk rajtad a röhögéstől. Komolyan. Eheti feladványhírünk, amelyre kommentárjaikat várjuk a következő. Választási kampánya során élő tévéadásban tartott striptízt Zaporizsjánban egy ukrán képviselőjelölt asszony. Olena Szolod, 28 éves háziasszony, így vélte a leghasznosabban felhasználni a jelöltek sajtókampányára szánt műsoridőt. Erre tessék, akkor rárekedtem a dologra. Erre tessék kommentárokat írni. Olvasd fel, bajok. Megkaptam! Örülsz neki? Most akarod a másikat? Jó, hát akkor nem kell, akkor szünetben. Felvezetném, jó? Mátyus Gergely nézőnk a következőt fűzte hozzá a hírhez. Milyen hírhez? Mert azt már elfelejtettem. A svéd Knutson testvérek a Veszőfutás című film rendezői több más európai város után Budapesten is úgy csináltak reklámot filmjüknek, hogy anyaszült meztelenül rohangáltak az Andrássy úton. Mátyus Gergely nézőnk a következőt fűzi a hírhez. Ez az... Dehogy valami mástól vagy föl. Kedves nézőink, vajon Imre veszőfutását látják? Kicsit vetkőzzél le hozzá. Emlékeznek még, mi volt a hír, hogy... De föl ne olvassák már még egyszer, megőrülök. Hogy két pali, ugye, anyaszülkeztem. E hagyományt követendő remélem a Veszőfutás 2 című filmet Hernádi Judit rendezi. Bocsáss, ne csak a Sillát hagy idézzem, hosszú futásodra mindig számíthatunk. Köszönöm szépen. Igen. Nem láttatok még futni. Júci, de mit próbálnak? Továbbra is várjuk új induló műsorokhoz azon családok jelentkezését, akik szeretnének ebben a bizonyos dologban részt venni. A műsor címe, mint tudják, Sztár a háznál, és arról szól, hogy népszerű emberek, színészek, sportolók, közéleti személyiségek, Pista például, ellátogatnak önökhöz, és két teljes napot töltenek ott. Eresszék szabadjára a fantáziájukat, és bátran írják meg nekünk, hogy kit látnak szívesen. Ide nekem fel van írva néhány példa, Stól András, Csicsolina, Csonka András, Alföldi Róbert, Batiz András, vagy éppen Pokrivcsák Mónika, szóval bárki. Pokrivcsák Mónika! Engem viszont örökbe lehet fogadni. Kedrecestül. Én meg adnék egy bankszámlaszámot. Igen. De engem is lehet. Szóval... Tényleg hívják már a Jáksót is, mert egy levél se érkezett. Velem nagyon nehéz lesz, olyan szeretetéhes vagyok. Szóval... Én meg inkább éhes. Szóval várjuk leveleiket a Heti Hetes ismert címére, 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95, de e-mailben is jelentkezhetnek a hetihetes@rtlklub.hu címen. De tiszta röhely, hogy erre a felhívásra, hogy kaptam egy levelet, hogy a Sharon Stone szívesen látna két napra, hát mondom, mert nem tudom. Tiszta hülye, nem? Jó, oda megyek. Na, és milyen nyelven beszélni vele? Hogy? Semmit takarítana. Sharon.
Igen, tessék, nem tudom, én már nem is emlékeztem rá, hogy volt ez a hír, hogy ott abban a bevásárló központban volt az a nagy őrület, mert leszállított árakkor adtak porszívókat, és mondtam valamit, hogy biztos, hogy a porszívó úgy csinált, hogy erre kaptam egy porszívót ajándékba. Aki küldte, aki küldték, nagyon szépen köszönöm, egyébként gondolom a cég küldte ezt, de meg kell mondanom, hogy én nekem nem csak a porszívókkal van bajom, én például a Mercedes is nekem így zökön. Jó, akkor ezzel kapcsolatban viszont teszek egy bejelentést, amit megtenné egyébként kötelességem. Taxival jöttem be ma is, mint ahogy mindig is. Megteheted, apám, és a gépkocsi vezető nem fogadta el a viteldíjat, hanem azt mondta, hogy ezt az összeget adjam át az itt pénzbüntetéssel sújtott művészeket támogató alapnak. Úgyhogy adás után, illetve felvétel után majd át fogom adni a gyártásvezetőnek azt az 1530 forintot, amit a taxióra mutatott. Borravalót nem kaptok. Ezen a héten is több nézőnk küldött egy-egy forintot művészeink megsegítésére, de volt, aki egy 200 forintossal is hozzájárult a segély alaphoz. Bizonyára emlékeznek rá, hogy a befolyt összeget jótékony célra fogjuk fordítani. Ezen a héten már, hát ugye ide nekem az van írva, hogy 3619 forintunk van, Pista 1530 forintjával az 5140 forintunk. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Hernádi Judit! Verebes István! Váncsa István! Farkasházi Tivada! De a múltkor panaszkodott a Bajó, hogy miután volt a neve, remélem most nem volt semmi baj, 5140 forint, Bajó e-mail. Az ez egy komoly összeg, nem? De lehet rá licitálni, úgyhogy... Szoktam, vagy szoktunk kapni ilyen e-maileket, hogy engem vagy magamat miért nem mutatom be, csak nem olyan nagy esemény, de most végül is Pintér Sándor úr a harmadik kerületből megfestett engem, Jáksó László. Mondják, ha ilyen jól fest, akkor mi belügyminiszter? Biztos, hogy? Hát nem mondtad, hogy nem. Harmadik. De ha ilyen jól fest, lefestetne minket is. Hát csak jobban mi néznénk ki. Tedd magad elé, te leszel a kivehető ajtós. De Isten, hogy milyen jól megfogta a tokádat. Mindegy már. Mindegy festményen szerepelni nem rossz. Az MSZP miniszterelnök jelöltje Megyesi Péter április 5-e kivételével bármelyik napon kész részt venni a tévévitán Orbán Viktorral. Elfogadta, hogy a vita a Közgazdaságtudományi Egyetemen legyen, közönség előtt. Borókai Gábor kormányszóvivő kijelentette, hogy a miniszterelnök stábja kész az egyeztetésre és a részletek kidolgozására. Ehhez azonban Megyesinek el kell fogadnia az április 5-i és 19-i időpontokat. Azt hiszem ez a témával azért nem kéne foglalkoznunk, mert ugye közismert, hogy ez nem egy egyenes adás. Egyszerűen nem tudunk aktuálisak lenni, mert óránként változnak az események. Ez nem fog változni semmi. Most hallottam, hogy Megyesi azt mondta, hogy ő meg harmadikán várja az Orbánt, azt a Millenniumi központban. Az valaha jó lesz. Találkozni. Egyik április harmadikán nézze az Orbánt, másik április 5-én, egyik a közgázon, másik a Millenniumi központban. Így lesz. Abban nincs igazat, hogy óránként változik. Én most... mérget veszek rá, hogy nem változik a helyzet. Lévén, hogy Orbán Viktor még az életben, amióta én figyelem, őt nem engedett. Belegondoltuk, hogy a Stanley Afrika kellős közepén megtalálta Livingstone-t? Az könnyebb volt, nem, mint hogy ők összetalálkozzanak. Jó,
igazság szerint miért is kell nekik találkozni? Azért kérlek szépen, mert a választások előtti tévévita meglehetősen nagy múltra tekint vissza, úgyhogy most én el is mondok egyet, tehát ismertetek egyet. Ez 1960-ban volt, Nixon és Kennedy között, 60 szeptemberében, Chicagóban. Három tévétársaság sugározta, az ABC, a CBS meg az NBC, 66,4 millió nézője volt, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy az időpontot és a helyet a tévétársaságok jelölték ki. Mindkét jelölt kapott 8-8 percet a vita elején arra, hogy elmondja, amit el akar mondani. Utána a kérdéseket a moderátor tette fel, és mindegyik jelölt 2,5-2,5 percig válaszolhatott, amit akart a moderátornak. A végén pedig volt 3-3 percük arra, hogy összefoglalják az egészet, hogy ők akarják. De ha már Amerikát említetted, a Stevenson arra fázott rá, mert néha szellemeskednek, csak nagy ára van, hogy valaki mondta egy ilyen vitán neki, valamelyik újságíró, hogy biztos minden intelligens ember önre fog szavazni. Erre azt mondta a Stevenson, az kevés, én választásokat akarok nyerni. Vermeer András és K.L. Csaba, a D.K. Watson Kft. Ügyvezető igazgatói kifogásolták, hogy a Népszabadság egész oldalas hirdetésében a többi lappal ellentétben nem szedte kisebb betűkkel az MSZP szót, mint a Fidesz Magyar Polgári Pártot, ezért a fizetett tarifa dupláját, 4,4 millió forintot kérnek kártérítésként. A lap azzal védekezik, hogy a Megyesihez szóló eredeti Orbán levélben is nagy méretű betűvel van írva az MSZP, a Fideszhez hasonlóan ezért elírásra gyanakodtak. De hogy tudják, hogy miről van szó, legfelül van a miniszterelnöki levél, középen a Vermeerék által küldött dolog, és a legalsó a Népszabadságnak a variációja. De hogy miért kellett volna az MSZP-t kisebb betű? Szóval ez, ahol nekem a humorom mindenem el, szóval ezért szólni... Bocs, ez humor. Én nem szoktam a lapomat említeni, ugye nagyon indokoltam, de most muszáj, mert ezelőtt 3 nappal jelent meg a legutolsó Hócipőbe egy kis hír, ami azt hittem, hogy ez egy szintiszta hülyeség. A heti hetes szereplői ezentúl kisbetűvel mondják Gespik László nevét. Nekem meg szegény Nemecsek Ernő jutott eszembe, akit ugye kisbetűvel írtak egészen a történet végéig. Végéig, mert utána nagybetűvel beköllött neki szóval kiírni. A helyzet az, hogy ez a jelenség, amiről itt szó van, tehát hogy az ellenfél nevét kisebb betűvel írjuk, vagy valami ehhez hasonló, ez egészen primitív kultúrákban, illetve fejlődésük alacsony fokán megrekedt kultúrákban teljesen természetes, gyakran előfordul. Nyugodtan lehet abszolni, ne fogják vissza magukat. Magasabb kultúrákban a gyermekpszichológusok szerint körülbelül 6-8 éves korig fordulhat elő, addig természetes, addig nem kóros. Aber. Van egy jelenség, amivel a pszichoanalízis Freud óta foglalkozik, ez a regresszió, ez annyit jelent, hogy a személyiség saját pszichoszexuális fejlődésének korábbi szakasza felé fordul vissza. Most én fel is olvasok önöknek, fel fogok olvasni önöknek egy részletet, kérem szépen Freud pszichoanalíziséből az 5. előadásban van. Tehát arról van szó, hogy aki ezt csinálja, az menekül a világból, mert az nem kielégítő számára. Ez a menekvés, írja Freud, ez a menekvés a ki nem elégítő valóságból abba a világba, amely a betegnek némi közvetlen kéki elégyülési nyereséget okozza. Hadd meséljek el nektek, mikor igazgató voltam, akkor azon a titkárságon két tüneményes hölgy dolgozott, a Gyöngyvér, aki a művészeti titkár volt, és a Gizi, aki gépelt, leveleket írt, tehát ő csinálta a kuli munkát. És a Gizi egy tüneményes nő, finom, soha egy csúnya szót nem mondott, egy rossz szava nem volt, néha morgogott az orra alatt,
minden tudott, nagyon édes nő volt. És volt az én társigazgatom, a Tóth János, aki egy nagyon kemény fiú, nagyon jó szakember, de rettenetesen kemény. És mindig, amikor bejött a Tóth János a titkárságra, azt láttam, hogy Gizi elővesz egy füzetet, és beír valamit, és elteszi. És ezt, mikor már rendre, már mindig észrevettem, akkor egyszer megkérdeztem, hogy mondja Gizikém, akkor bejön a Tóth János, a gazdasági ügyeket, az adminisztrív ügyeket, maga mindig elővesz egy füzetet, és ha nem mond semmit, akkor is maga fölírja. Mondom, megmutatja, hogy mit ír? Szóval meg. Odaadta a füzetet, és a következők voltak. Menj a lófaszba! Te szemétetű rohadék! Anyád csak káromkodás volt! Ő úgy vezette le a feszültségét, hogy nem kimondta, hanem leírta. Na most erről ezt akarom mondani, ez egy frusztráció, természetesen egy frusztráció, de nagyon érdekes, mert én is, amióta itt ülök veletek, meg amióta ők vannak, én próbálom megérteni az ő agyukat. Ez ugyan nem sikerült, de ezek után én most már nem akarom. Mindenesetre, aki ezen vitatkozik, hogy kisbetű vagy nagybetű, az az ország, az rendezhet olimpiát? Egyébként a március 15-én meghívó nagyon szép. Szeretettel várjuk Önt és családját március 15-én a szabad polgári jövő ünnepén. Igen, ez nekem is föltűnt. De erről most már cikkeztek is, szóval ez nekem is föltűnt, hogy egy közszolgálati, közérdekű felhívás van, amely a nemzet ünnepére invitál engem, ott belerejtik gyakorlatilag a kulcsszavukat, a kampány kulcsszavát. Ez hát nem ízléses, na, hogy mondjam. A Ford Gyula kettős pont. Én csak megpróbálom szerényen viszonozni azt az önzetlen támogatást, amit Kövér László nyújt az MSZP kampányához. Ez azért nagyon rafinált mondat, mert amennyit a, és arról szól, amit az imént mondtam, szerintem amennyit a Kövér ront a Fidesz kampányán, a Horn ugyanannyit ront az MSZP kampányán. Tehát, hogyha egymásnak így csinálnak, hogy az lenne a legjobb. Hogy hívják az egykarú polipot? Kígyó. És mi még forszíroztunk, hogy mondjon. Hát. Ezeket te mind írd föl. Hogy amikor adás után megyünk a kocsmába, tudjuk, hogy miről volt szó. Mi az, ami a lukból kijön? Kígyó. Mi az, ami a lukba bemegy? Begyó. Azaz. És ezt most neked muszáj volt el? Nem, csak a... De ne, én szerintem is sokkal helyesebb és butább arcot választottam volna ez a poénhoz. Na. Egy bosztoni orvos egy rutinvizsgálat során véletlenül rátalált a női orgazmus idegközpontjára. Ezután dr. Stuart... De hogy lehet? Véletlenül hogy lehet rátalálni? A matatott, és aztán csak... Ezután dr. Stuart Malloy egy kis operációval beépíthető szerkezetet dolgozott ki, amellyel egy gomnyomásra a nemi kéjérzés legmagasabb foka érhető el. Tervei szerint a már szabadalmaztatott berendezést receptre is felírhatják az orvosok. Mi már nem is kellünk akkor. Olvasd fel még egyszer az első sor. Egy bosztoni orvos egy rutinvizsgálat során véletlenül rátalált a női orgazmus idegközpontjára. Az az igazság, majd sokféleképpen nevezték a b***szás, de egy rutinvizsgálat... Mostantól csak azt fogom mondani, hogy egy rutinvizsgálatot nem lenne kedve. Tehát az ördög a részletekben lakozik, hát hova építik be a gombot, mert ha oda, ahova gondolok, és ott nyomom meg, akkor nem nagy kunst. Dehogy is, hát nálad van, távirányítom, akárhogy megnyomod, oda hazamérni. Van egy egyszerű dolog is, hogy az ember becsönget a barátnőjéhez. Elnézést, mobiltelefon, az a jó, mobiltelefonban. Szeretném meghallgatni Váncsa Istvánt. A
kérdés. Köszönöm, művész úr. Akkor talán azzal kezdeném, hogy a dr. Meloy találmányának értelmében az emberi testben nem csak a női, hanem a férfi testbe is beépíthető egy olyan icuri-picuri mikroszkopikus kis szerkezet, ami összeköttetésben áll a kéi érzett centrumával, és megfelelő jel hatására földrengető orgazmust vált ki. Ezt a kis szerkezetet kívülről lehet irányítani, kvázi egy távirányítóval, tehát mondjuk eljön a házastársi kötelezettségek teljesítésének ideje, a férj megnyom egy gombot, és bekövetkezik egy akkora szerelmi öröm a másik oldalon, amire még példa nem volt. De nem csak így válthatok ki, hiszen ez egy szerkezet, kérem szépen, ezt bármifajta megfelelő jellel el lehet indítani. Na most gondoljuk el például, hogy megy a választópolgárnő után, egy óriás plakát elér, azonban egy jelölt, és amikor megközelíti hirtelen egy akkora érzés a keríti hatalmába, gondolják el azt a helyzetet, amikor két miniszterelnök jelölt gyalogol a Hortobágyon. Az egyik azt mondja, hogy nálunk van az erő. Másik azt mondja, hogy nálunk meg a távirányító. A médiahatóság elé kerülhet a Budapest TV szombati éjszakai botrányba fulladt műsora. A Forró Drót című adás végén minősíthetetlen hangvételű vita alakult ki a betelefonáló nézők és a sértődötten távozó Anetka helyére beugró férfi között. Anetka amiatt vonult ki, mert valaki az éterben szellentésszerű hangot... Ez a kultúránk része, úgy éljek. Hallatok. Ha ez nem Európa, akkor semmi. A kamera ettől kezdve az üres fotelját mutatta, és egy nem látható, ismeretlen férfi kezdett válaszolgatni a betelefonálóknak. Anetka műsora egyébként a mikroszkóp színpadon is csak egy estét ért meg. Sok. Azt mondjátok meg, mi a probléma? Mivel? Ebben az egésszel. A nő egyet elért. Az összes lapnak a címlapján ő van, és erről beszél. Nekem ez fáj. Végül is én nem láttam ezt a dolgot, de... De veled lépett föl, azt mondd meg. A mikroszkópon azt mondta... Semmi baj nem volt, ott ült egy kedves nő, mindenfélét kérdezett egy papírból, én meg válaszoltam, meg megpróbáltam beszélgetésé formázni ezt a dolgot, de semmi gond nincs, semmi ízletlenség nem történt, semmi ízletlen nem kérdezett a nő. Előtte a Türmer Gyula volt, aki meg kell mondani. Azért az igen. Én azt nem értem, ez itt az Anetka egy jelenség, lehet utálni, lehet megvetni, lehet lenézni. Azt kell mondani, tessék utána csinálni. Aki, ez de egy, csinálom, kettő. Utána. Jó. Kettő. Jó. A csaj ügyes. És ami a másik, amit akarok mondani. Az, ami ott történt, az nem az Anetkát minősíti, hanem a reakciókat minősíti. De miért ment ki? Érted? Pista, az nem miért nem mehetnek ki? Ő azt csinál, a műsorban azt csinálta akar. Igen, de ez egy végzett. Mi is azt csinálhatunk, itt nem szól senki rá. De Pista, az nem tartozik a szakmához, hogy újra vagy a helyzetnek, és ez veled nem történhet meg. Jó, a szakma, hát még mit tud a szakmából? Semmit nem tud a szakmából. Hát erről van szó. De nem a... Ja, tehát akkor... Tehát az, hogy van 48 műsor, de ehhez semmit nem kell tudni. A realitás az, hogyha bekapcsolod reggel az Anetka TV-jét, akkor folyamatosan jönnek a telefonok, vagyis azt a műsort nézik. Szeretném megkérdezni Váncsa Istvánt, aki hát a... Kérem szépen! Semmi részletezendő mondani van, teljesen egyetlenek a verebet. Köszönjük szépen! Így van, ahogy mondta. Köszönjük! Köszönjük! Ebből házasság lesz! Csak még el kell válnunk mind a kettőnkbe. Azt a gyönyörű ősszakálú gyereket. Jaj.
Kicsi duci! Lehetnék a keresztapja? Amálnak fogják hívni, mert a Freud azért előjött a Püstában. Nem biztos, a mikorunkban már nem biztos, hogy egy házaspárnak szexuális kapcsolatot is kell létesíteni. Ez a kapcsolat már mély érzelmeken nyugszik. Ennek már nem a rút fizikaiakban van az alapja. Ha házasságnál tartunk, a kérlek szépen az én Lacim egyszer bekapcsolta, mert hallotta, hogy ez az Anetka, milyen bekapcsolta a tévét, és mit lát, hogy én megyek be az Anetkába. Azt mondta, hogy majdnem elájult, de ma én is életemben, nekem fogalmam nem volt, hogy engem hova hívnak. A Kern Antrissel mondta, hogy menjünk a lemezőbe, beszélgettünk, amit a lemező a Budapest TV-ben, és ott volt Anetka. Hát egy frázba voltunk, gondoltam, én majd fogom állni a sarat, mert hát az Andris teljesen kikészült, és egy ilyen nőci, aki elég szimpatikus is volt, ez úgy mondta, hogy nem kell izgulni, ott állt egy bundába, és mondta, hogy most megyünk be, és ledobta a bundát. És nem volt alatta szinte se, egy rács volt alatt, egy ilyen rácsos izé, amin át... Az egész, és ott ült Anetka, és azt mondta, hogy én nekem ma milyen napom van, mondta, tulajdonképpen nem tudom, így mondta el, de minden esetre borzasztó mély nyomot hagyott bennem. Azt mondta, hogy veled beszélt délelőtt valamilyen tévébe, és hogy erre meg, hogy most így a lemez erről fogalma nincs, hogy milyen, nem is, meg se nézte, nem volt rá idő, de mi mondjuk el, hogy mi az ő showjáról a véleményünk. Képzeld el ezt. És akkor én elmondtam. Élő adásban ezt elmondtam, hogy ha én tudtam volna, hogy ide kell bejönnöm, akkor én nem jövök. Ez volt, és akkor nagyon gyorsan eljöttünk. Hát ez volt az én történet. És meg, még ez a kert is rájött. És én mondhatok egy szörnyűt nektek? Én voltam. Most már beszélünk itt nem tudom hány perccel. Ez az, hát gyerekek. Most megjósolom nektek, mert okos vagyok, mint a vajas zsömle. Na? Anetkáról még sokat fogunk hallani. Hogy mit, azt most én nem tiltatom. De ez rajtad még... múlik, István. Gyere, én egyetlen dolgot mondok maguknak, ez tényleg ez van. Én egy újságcikket olvastam, Verebes nyomja Anetkát. Ez volt ez. Én nem tudom. Ezt tudom. Megalakult a Magyar Elektronikus Újságírók Szövetsége. Elnöke Hollós János, a Magyar Rádió alelnöke. Az elnökség tagjai a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, a Magyar Nemzet és a Duna Televízió vezetői és munkatársai. Bocs, a Magyar Nemzet az mióta elektronikus? Hát... Mit tetszett mondani? Azt mondják, ha áramot ültetnek. Szerkesztőségbe ég a villany, nagy dolog. Hogy hívják az X-lábú rendőrt? BMX. Na... Isten bizony, nem irigylem a sikeredet. Csak azt a hölgyet mutassák be nekem, aki erre a viccre fölsikoltak. Mert annál nagyon könnyű célt érzi, szóval hol tetszik lenni, fölveszem a szemben. Megnézem. Távcsövet vegyél inkább. Csak olyan fél tíz magasságában vagyok kéne. Tessék állva maradni egy pillanat, megpróbálom. Kicsi fekete, két kicsi fehér ponttal mi az? Bolha vattával a fülében. Erre nem? Jó. Most már rám figyel. Most a már rendőr viccekre gerjed, mondta. Rendőr? Rendőr? Már az elég volt, hogy rendőr. Tessék? Ha, másik. Nem állt volna fel, ha nem rendőr? Nem magam. De eddig titkos rendőr volt, csak... Én is így vagyok. Komolyan. A hölgy rendőr? Tényleg? Igen, van ilyen. Van ilyen. Na, az nekem meg még jobban tetszik. Én elnézést kérek, törzsőrmester alatt nem ismerkedem, azért ilyen. Hát neked már tábornokjaid voltak. Maga micsoda? Főhadnagy? Csomó dolgot kéne intézni nekem. Jaj, jövök szó. Hallgasson rám, ne a bajorhoz menjen, ne a bajorhoz, ne nem randevúzzon, meg még ezredes is lehet. Hogy? Ha... Akkor bocs, hagyj kérdezek magától valamit, mert én kaptam a... Az... Ezt egy gyors hajtásra szerintézve, figyeljen nagyon. Közérdekű, ez egy jegyzőkönyv, amit egy valahol szolgáltat ellátó személyek vettek föl,
ott valaki, nem tudom, ellopott valamit, vagy úgy vélték, hogy ellopott, ugye ez még nem bizonyított. Nem. Azt írja az illető, hogy a rendőrség megérkezéséig őrizetbe vettük, szabadság jogai betartása mellett. Hogy hogy lehet valakit őrizetbe venni a szabadság jogai betartása mellett? Megígérték neki, hogy nem mindig lesz így. Na. Ügyvéd nincs önök között, mert neked... Na most megnéztem, és tényleg csinosak a rendőrök, nagyon csinosak. Igen. De fiúk nem tetszenek annyira nekem, de... Lassan szünet lesz. Kicsit dumcsizzunk az évben. Még... Tudja, mennyivel jobban tetszik maga, mint a Garam Völgyi? Nem lehet összehasonlítani. Az nagyon, megmondom őszintén, rettentő erotikus. A Garam Völgyi? Nem. Azt, hogy képzel el, hogy egy rendőrnővel vagy együtt, és úgy ölelkezel, hogy közben tudhatod, hogy akár le is tartóztat. Nem fész a gumiból. Én imádom a bilincses megoldást. Hát, amikor azért előveszi a gumibotját, az van. Hogy gumibotja van? Hogy fölborzolt a hangulatot? Jaj. Csinos rendőrnő. De jó volt. És nekünk ennyi elég is. Most egy egészen rövid reklám következik, utána folytatódik a beszélgetés. Dunaparti, Dumaparti, Bulvárd, egy hasztár, egyek, ez a heti hetes. Heti hetes, heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Ez jó, hogy jelent, hogy így húhognak. Megértem, hogy itt a havas megint. Na, mi lesz, ha a zsiráfot a vakonddal keresztezzük? Hm? Fúrótorony. Te is mondjál valami. Elnézést. Dimitrus. Elképzelhető, hogy március 15-én csak 19:30-kor száll le Orbán Viktor repülőgépe, így elkéshet a Nemzeti Színház nyitó előadásáról. Pont a falanszterre fog odaérni, és akkor már a jövő elkezdődik. Azon gondolkodtam, hogy az milyen, hogyha megjön később, érted, és akkor... Elnézést kérek. Ide szól a jegyem. Ide szól a jegyem, hogy Szabó. Én nem állok föl, ne arra. És akkor így marad, vagy vagyok? Nem szoktam titeket Wagner-el nyaggatni, de nem akarjátok, hogy elmesem nektek, hogy 1800... Nem! Köszönjük szépen! De, ha már egy elkérdeztél. 1861-ben mély bukott iszonyatosat a Tannhäuser Párizsban, mert ide kapcsolódik a történet. Mi? Azért kérlek szépen, mert a balett mindig az első felvonásban volt, és a Párizsi Jockey Club tagjai fölháborodtak azon, hogy a szeretőik, a balettosok a második felvonás helyett az első felvonásba kerültek, mert úriember nem jár az első felvonásba be a színházba, csak úgy benéz a másik felvonás közepén. Igen. És az a törpe szász betett a Vénusz barlang jelenetet az első felvonásba, és a minden idők legnagyobb klakját megszervezték, és szétfütyülték az egészet. Noha. Igen. Azért, hogy az ember idejön hülyén, azt ugyanúgy távol. Azért ez egy őrületes pillanat. Gondoljátok el, hogy ott áll Orbán Viktor, Real Madrid Barcelona, EU miniszterelnökök találkozója, és ez a Nemzeti Színház. Mit nézzek a szívügye. Meg, mit nézzek meg? 1970-ben életemben először voltam nyugaton, ráadásul Spanyolországban, Madridban. Vasárnap dél, tőlem 500 méterre a Lester Pigott, a világ legjobb zsokéja lovagol, akit még sose láttam, és azóta se láttam. És tőlem balra 500 méter az Inzeó testvérek és az Oriola és a Winkler a Hallával. A világ legnagyobb... Inkább ez a Lester Bigot. Inkább. A világ legnagyobb díjugratói. És itt álltam és öljöngtem, hogy hova menjek. Akkor budjantál meg még? De,
De hát nem vagyunk egyformák. Nem, Debi, mutasd meg, hogy hogy szoktál öröngeni. Azt mutasd meg. És a végén azt szoktam mondani, bocs, végén azt szoktam mondani, kurva életben! Látszalak a címlapon a... Hogy hívták a két ült? Havassat. Hogy valami, nem tudom, békebírók vagytok, vagy mik a... Nem tudom, nem láttam a mai meccset. Labdaszedők a Fradi Újpest meccsen, ugye? De az a szép, hogy te hallom, kimész a Fradi Dózsára, hogy békítsél, Havas meg otthon néző, hogy téged agyonvernek. De visszatérve, Imre, te mit csinálsz, ha tőled két méterre van egy bitang jó nő, és balra el, két méterre? Hát mit csinálsz? Nem én. Odáig értettem, tőlem két méterre van egy, és ki van? Másik oldal ki van? Egy másik bitang jó nő. Hogy mit csinálok? Igen. Te, összehozzunk magunkat hármasba. Ez egy tuti. Ezt csinál. Mi mit csinálnék? Hogy elküldjem el, vagy mi? De mire vonatkozott a kérdés? És ez most a ugratóra, meg a zsokéra. Érted? Ott állt három zsoké, ezt a melyiket válaszszam, és... Azért szép napunkban ma volt rendőr, kezdi csokkolom, zsoké. Na. A tervezethez képest 1 milliárd forintot spóroltak a Nemzeti Színház építői. Három nappal a premier előtt egyébként egy frissen talált második világháborús bombát is fel kellett robbantani. Azt tudja, hogy a Demszki rakadt oda. Hogy ott is gödör legyen. De várjatok, bocs, ne ragudjatok. Ez egy rejtvény, mi ez? Menő Manu. Na mi ez? Nem tudom. Nemzeti Színház. Lenyelt egy kígyó? És ez? Nemzeti Színház. Nemzeti Gödöl. Értettük ám. Én meg kell mondanom, én valamelyik este elmentem ott, és ki volt világítva, szerintem valami jó nézett ki. De hát mondom, ez egyetlen egyre gondoljunk azért, mit agybafőbe, meg mindenki agybafőbe veri. Most is egy szót nem szóltunk de jó, színházra. De mondjuk igaz is, mert hát sok minden furcsaság kísérte ennek a fölépítését, de gondoljatok bele, hogy hány ember melója van ebben az épületben. Most függet attól, hogy döntöttek. Hány ember inas szakadtából dolgozott. Ott vannak a színészek, akik nem tudom én két hónapja, a tökük szakad le. Nekünk, én nekem legalábbis, aki pályatársai vagyok ezeknek a művészeknek, én azért hadd mondjam azt, hogy hát szóval, hogy jó, hát tök mindegy, hogy milyen lesz, jó lesz, összeállítani azért a munkát tiszteljük meg. Az adatvédelmi biztos szerint Megyesi Péter jogellenesen használta fel az állampolgárok adatait, amikor decemberben 3 millió levelet küldött szét az országban, ugyanis a pártok díjfizetés ellenében csak 20 nappal a választások előtt juthatnak a választók címeihez. Az MSZP-nek meg kell semmisíteni az adatbázist. Én meg arra mondom, de... Magyarázzátok meg, hogy miről van szó. Hát, hogy tudták az adatait, például az országjáró füzeteket, azokat úgy küldték neked, hogy nem tudták azt a te adataidat. Nem országjáró fizeték, milleniumi országjáró, ami névre jött, ugyebár, erre azért gondolsz, ezt a lapot egyébként egy kiváló internetes publicista betűtészta levesnek nevezte. Rendkívül jó megfogalmazás. Mindenkinek a címére ment. Hogy akkor honnan vették a címeket? De most beszéljünk a Megyesről. Elnézést, akkor honnan vették? Beszéljünk a Megyesről. Ne beszéljünk a Megyesről, akkor honnan de vették? De most kicsit akkor beszéljünk. Honnan, az érdekel, hogy akkor honnan vették a címeket? Lucy, szerettem mondani. Bizonyos tekintetben, ugye bizonyos módszereket tekintve, egyik pár 19, a másik meg egy hiány 20. Hát ez a helyzet. Mihez kellett a Megyesinek az adat, hogy mit küldött? Nekem ugyanis nem küldött semmit a Megyesi se. Hát azért ez egy felháború. Se országjárót nem kapok, se Megyesit. Nem kaptam semmit én sem. Hát bizonyos dolgokból meg mindannyian egyformán vagyunk kimaradva. Az milyen lista lehet, ahol mi ki vagyunk maradva életben? A legkomolyosabb ebben a megfogalmazás, hogy meg kell semmisíteni, ugyanis egy flopin
bármit 6000-szer lesokszíthatsz, soha több az életben nem lehet semmit megsemmisíteni. De a Fidesz úgy gondolja, hogyha az MSZP... Ide hallgass, Teddy, a jövő héten esküszöm, kimondod. Jaj, bocsáss. De hogy lehet adatot megsemmisíteni? Hát sehogy nem használják fel többet. Tessék? Úgyhogy nem használják fel nagy többet. Nagy becsület szóra nem használják fel. Ezt akartam mondani, hogyha ezek olyanok, a Fidesz is, meg az MSZP is, hogyha egyik a másiknak valamit megígér, az általában be is tartja. Na, kétes hírességek boxmeccsét közvetíti a Fox televízió. Szerda este Tonya Harding és Paula Jones lépett a ringbe. Harding az a műkorcsolyázó nő, aki rávette barátját, hogy egy kalapáccsal zúzza össze olimpiai vetélytársnője térdét. Paula Jones pedig szexuális zaklatással vádolta Clintont. Megvan ez, hogy ki ez a hölgy? Nincs meg. Jó. Nekem nem volt meg a Clintonnak meg. A hölgy ugyebár... Mi már randiztunk, de nem volt meg. Ismerté, amikor 94-ben megvádolta Clintont, hogy 3 évvel azt megelőzően, még elkezdett kormányzó korában, őt szexuálisan molesztáltak. Nem molesztálta, megkefélte. Hát. Mondja a nő. Na most a hölgy... Én ugye személyesen nem találkoztam vele. Rendkívül kevéssé vonzó jelenség. De nem ez a lényeg, mert fizikailag egy nő lehet akármilyen, de ennek a nőnek az orszájáról olyan mértékben sugárzik a gonoszság, hogy én nem tudom elképzelni, hogy bármiféle elszánt férfi ember legyen ez akár annyira hatalmas és erős személyiség, mint amilyen a Clinton, hogy ezzel a nővel bármiféle olyan típusú dolgot akarna kezdeményezni, ami... Na mindegy. Ha te az Arafattal beszélgetni telefonon, te se válogatnál. De a lényeg az, hogy elkezdődik egy pereskedés. Vagy 97-ben a Clinton azt mondta, hogy ad neki 700 000 dollárt, és akkor hagyjuk ezt a dolgot abba. Ő azt mondta, hogy nem. Nem? Ha jól emlékszem, egy évvel, vagy másfél évvel később, 850 000 dollárért kiderült, hogy nem is erőszakolta őt meg a Clinton. Lehet, hogyha 1 millió került volna szóba, akkor már szűz is lett volna. Te látod azt a csajt? Fényképen. Több fényképen. Hát mi találkoztunk vele, hát nem, tényleg nem. A homlok fejbőre alá beépíthető mini csipet fejlesztette ki japán tudósok és szexológusok. A csip szeretkezés közben 5-8 másodperccel a férfi orgazmusa előtt pittyegő hangot ad. Ez mint a kuktafazék, mi az, hogy... De mi a fenének? Hát én pittyegek magam, ha kell. Azért, hogy a nő idejében megtalálja a saját gombját, azért. Nem. 5-8 másodperccel a férfi orgazmusa előtt pittyegő hangot ad, amely figyelmezteti partnerét, hogy mire számíthat. Arra azt számíthat, hogy én hívok egy taxit. Erre ez tuti. Azt onnan lehet látni, hogy az illető áncolja a homlokát, nem? Mert ott van hogy ez a vételi csíp. Zavarok vannak, azt mondja, híreket mondunk. De van egy jobb módszer, hogy az ember visszaszámol, hogy 5, 4, 3, 2, 1, megmutatom nálad a visszaszámlálást. Igen? 48.765. 48.764. De most miért pont nekem mondta? A legjobb módszer, hogy pittyegés nélkül egy nővel lenni, csak hát azt ki tudja, azt nem tudja. Ez meglehetősen fontos dolog. Én elképzeltem, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy bájos ifjú hölgy vagyok. Jó, hát... Ezt egyedül te tudod elképzelni. Ide hallgass, Pista, mi már annak is örülünk, hogy nem vagy olyan, mint a havas. Már ennek is örülünk. Mégiscsak képzeljük el, hogy én egy bájos ifjú hölgy vagyok, és van nekem egy... A múltkor házaspárok voltatok a Verebesre. Azóta érzi, úgyhogy ő egy... Akkor kérdezik, hogy én voltam a Kovácsné, hát ugye elkezdődött egy folyamat, ami... Igen, a jövő hát, elkezdődött. Szóval tételezik, hogy... Megmondom őszintén, amikor azt terveztem, hogy buzi leszek, nem ez volt a szava.
a kitűzött cél, de most már, ha így van, Pista, legalább okos. Mégis tételezzük. Nem olyan szép, de okos. Tudsz vele dumálni, hát az is nagy. Házias. Na, szóval tételezzük fel, hogy Bájus ifjú hölgy vagyok, és hát szóval egy mély érzelmi kapcsolatba lépek egy úriemberrel, aki a kapcsolatban egy bizonyos kitüntetett pillanatában megkérdezi tőlem, hogy, és mond, Amálka, mennyi van a te bankszámládon? És én azt mondom neki, hogy 170 millió. Ha ő ekkor pittyegni kezd, akkor nem a lelkemért szeretek meg. Schmidt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a téli olimpikonok fogadásán elmondotta, hogy úgy érzi Salt Lake Cityben csapatunk tisztes helytállást tanúsított. Pontot ugyan nem szereztek, de magyaros európai viselkedésükkel jó hírét keltették az országnak. Hát azt, hogy a nézőik jól, tehát mint nézőként viselkedik, nem sportolóként, azért ez már mindenek. De mi az, hogy magyaros hát európai? Elmondom neked. Oda megy egy magyar bobos. Mert az nagyon híres sport nálunk, a bobos. A 104. helyen azt mondja a magyar bobos, hogy rifityom! Magyarosan viselkedett. Milyen szépen. Nem, abban nincs igazad, mert a babos kislány az 13-at, hát, ami most fantasztikus. Akkor a 178-at ilyen sível mennek, hát őrület különben. Az egyébként a baj. Nem jött haza, mert nem találják meg az elsőben. De ne, hogy 178-dik, hát nem, de legalább siet. Nem az a baj, az a baj. Ez a hülyeség, amit írnak, az, hogy magyaros, európai viselkedés, ez a baromság. Nem írják, ezt mondta. Az olyan, mint hogyha a nagy sáncról beúrik a nagy bőgőbe. Hogy azt mondta, azt kimondta, hogy hagyományosan magyar olimpiát fogunk rendezni. De valamelyik elhangzott. Én szoktam ilyet mondani, mert nyilván a magyar olimpia hagyományos olimpiát akarnak rendezni. Nyilván összecsed, én is azt szoktam mondani, hogy a nagy lábam ujja. Nem azt, hogy a lábam nagy ujja. Na mindegy. Miért nem, hogy magyar hagyományos olimpiát szeretnénk végezni? Ha megfordítom, annak sincs. Olimpia, miért? Tehát, nem cserélik föl, tehát a futóknak futni kell, nem úszni. De hát ugye nem. Nagyon jó. Az én fantáziáltam egy kicsit, mert szerintem lehet, hogy téli olimpiát is rendezünk. Miért ne? És a létesítményeket ugye egyenként átadjuk. Ugye elképzettem például a Bob pályát, egy ilyen Bob 4-es avatná fel, hogy Kövér, Grespi, Kosztolányi, Goldos, Dénes. Az... Egyébként négyes bobba nem jó a Grespik, mert a másik hármat perelnék. Olimpiai ismeretek tanítását tartja szükségesnek a közoktatásban az Ifjúsági és Sportminisztérium, jelentette be Deutsch Tamás. A miniszter azt is bejelentette, hogy már az idén elindítják az olimpiai önkéntesek kiválasztásának programját a 2012-es világjátékok megrendezése jegyében. Én úgy látom, először is, ha Budapest, Magyarország rendez az olimpiát, kijelentem, fantasztikus dolog volna. Tényleg fantasztikus dolog. Hogyan István? Már hadd mondjam el. Mondd el. Utána reagálhatunk. Fantasztikus dolognak tartanám. Nagyon büszke lennék, nagyon boldog lennék, és nagyszerű dolog lenne ennek az országnak. Én most leteszem a nagy esküt, hogy meglesznek a választások, és egy büdös szó erről többé nem fog elhangozni. Akár ez, így fogják el. A Deutsch Tamás most foglaltatott szobát 2008 a futball EB-re, a szállodákban. Jó. Hát, nézd meg, hogy mi lesz a választás, megnyeri a Fidesz, már nem lesz olyan fontos az olimpia. Azt mondták, hogy Magyarországnak semmi sincs kevesebb vagy rosszabb esélye, mint a többi országnak, a kandidáló országnak. Annyira tetszett, hogy kandidálunk. Annyira. Ez egy népbetegség, most olvastam. Én azt is olvastam, kandidál. Az egyik kandidáló ország Párizs aggódik a 2012-es olimpia miatt, mert csak 400 sport létesítménye és csak 38 stadionja van, és félnek, hogy sokba kerül. Nem ország, város. Párizs, város.
Ország, Franciaország, Párizs az város. Párizs kandidát. De tényleg, te is újságíró vagy valahol, hát hogy lehet, hogy ő ennyire van okosabb? Hát azért... Férfi politikusok az idei nőnap alkalmából ötször több fizetett hirdetésben köszöntötték a nőket, mint tavaly ilyenkor. Tavaly ilyenkor nem voltak választások. Olyan lesz a nőnap, mint az olimpia? 4 évenként megfelelően. A Magyar Polgári Nőfórum Mikola Istvánt tiszteletbeli nővé választotta. Azért nem lenne olyan elégedett a Mikola, hogyha ehelyett tiszteletbeli nővé választják. Engem meg egy vadásztársas társaság tiszteletbeli kannak választott, úgyhogy én járhatnék a Mikolával. Ugottam. De kézzet a tiszteletbeli orvossá választják. De az a lényeg, hogy nem akár milyen nővé választják, hanem szőke nővé választják. Mit csinál a szőkenő a sivatagban? Na. Porszívózik. Az rendben van, de hova dugja be az áram? Én nem tudtam, Júci, hogy te festeted a hajat. Béremelés helyett inkább a munkakörök elegánsabb elnevezésével próbálják boldogabbá tenni alkalmazottaikat a brit cégek. A portásból így lesz verbális telekommunikációs vezető, az ablakpucolóból optikai világosság hangsúlyozó, világosítás hangsúlyozó, a raktárosból készletfolytonossági végrehajtó, aki pedig műszaki higiéniai asszisztens titulust kap, az nem más, mint a WC-pucoló. Én is találtam az interneten egy ilyen listát, hogy Amerikában vannak ilyen definíciók, ugye, mert ott nem lehet megsérteni egy csomó embert, hogy mi helyett mit mondanak. Például hülye, az agyilag kihívásokkal küszködő. Azt mondja, ronda, kozmetikailag eltérő. Tömeggyilkos, nehezen kielégíthető igényekkel rendelkező. Munkanélküli, nem szándékosan pihen. Szóval állati domár, fajközi kommunikátor. Ja. A kövér az meg, bocsánat. Igen? Igen? Mond. A kövér az meg súlyához képest alacsony. Igen? Nem. Azt a Horváth Jancsi mondta, hogy vertikálisan hátrányos helyzet. Igen? Az a kövér. Nem, horizontálisan. A kövér. Ez a bolti tolvaj nem, vertikálisan. Jó, függőleges? Igen. Bolti tolvaj nem hagyományos vásárló. Hát nincs. Akkor én megmondom, hogy én pedig nem egy rohadt kommunista, liberális buziköcsög vagyok. Hanem irritációs médiamunkás. A telefonszámunk 061-382-2144, a film Budapest 1119 Fehérvári 8995, a film nélkül hetihetet.rtlklub.hu, és a weboldal pedig a szokásos www.rtlklub.hu. Találkozunk, mint általában egy hét múlva. Viszontlátásra!